Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Valheimnek az ötödik epizódja, ahol hölgyeim és uraim, ezt a zónát kívánjuk majd egy kicsit helyre pofozni, ahol az előző részben a trollal meg kellett küzdenünk, és hát itt van mit csinálnunk természetesen. Rengeteg feladat van, hogy itt biztonságosnak tudjuk mondani ezt a nagyon-nagyon különleges helyet, és amit az előző részben demonstráltam, azt kívánom majd így a mai rész első szakaszában, valószínűleg nem élőben, de mindenféleképpen gyorsítottan létrehozni. Nos, itt a fontos az, hogy lássam, hogy hol van a workshopnak, a workbenchnek az a határvonala, ahol mindenféleképpen a bányászati tevékenységet végeznem kell, úgyhogy egy gyorsított összeállásban lássuk, hogy hogy sikerül ezt összehozni. Nos, hölgyeim és uraim, most, hogy az estét sikerült átbányásznom, azt kellett tudatosítani magamba, hogy ebbe a környezetbe, itt ebbe az erdőbe eléggé sötét az éjszaka, és hát nem igazán tudok túlságosan sok mindent csinálni, ami látszik. Viszont az árkomat azt elkészítettem, van néhány növény még, ami itt belelóg. A nagyon-nagyon fantasztikus az ebben a játékban, hogy a növények nem pusztulnak el, hogyha így a szintet, az aktuális területnek a szintjét lejjebb faragjuk, hanem egyszerűen így követik azt a szintet. És mint ahogy látjátok, itt ebbe a csatornába, amit létrehoztam, van néhány olyan növény, ami nem igazán kell. Vannak pontok, amiket meg kell erősíteni, ugyanis nem csak Great Dwarf, hanem Troll biztosra is akarom ezt a zónát. Kihangsúlyozom ugyanazt, amit mondtam már korábban, remélem mondtam, nem muszáj ezt csinálni, ez csak egy alternatíva, ez csak egy lehetőség. A játék adta olyan dolog, amit kihasználunk, vagy nem. És elég sok időt, energiát vesz igénybe, viszont annyira nem kell foglalkoznunk a védelemmel, mert a kőfal az megoldja. A másik fontos információ, amit még közölnöm kell, hiába ütöttem le 6-700-szor így ezt a csákányt, és javítottam meg nem tudom hányszor, nem nő a pickaxe skillünk, abban az esetben, hogyha pickaxe-et használunk. Ez bármennyire furcsa, hihetetlen, ez így működik a játékban, csak akkor működik, csak akkor nő, hogyha konkrétan követ, vagy ércet, ércben gazdag követ kezdünk el ütögetni vele. Véletlenül megütöttem kétszer, úgyhogy most már kettes szinten van ez a cucc. Itt még egy kicsikét faragnunk kell a falból. Arra döntöttem, hogy így ezt a maradék faragást megcsinálom, és megpróbálok ellenséget csalogatni magamhoz. Azt követően megyünk majd csak a belső zónának az alakítására, és nem akarok nagy épületet, leszeretnék rakni egy olyan helyet, ahol mondjuk tud a karakterem aludni, ahol az éjszakát át tudjuk vészelni. Jó, mert az ellenfél nem tud ugrani, és én is csak nagyon-nagyon nagy erőfeszítéssel tudok itt feljönni. Többféleképpen tudjuk javítani, egy mélyebbre megyünk, ez egy alternatíva lehet, hogyha úgy látszódik, hogy kicsi itt a hely. A másik pedig, feljöttünk. A másik pedig használjuk a kapánkat, és ugye a föld feltöltés opciót válasszuk. Van most 34 darab kő nálunk, és 4 darab kell egyetlen egy elemnek az emeléséhez. Nos, hol kellene emelnünk? Talán itt. Egyszerűen balklik, pak, és megemeli. Még egyszer. Nem emel túlságosan sokat, de legalább keveset emel, és óvatosan kell használnunk ezt az eszközt, mert hirtelen úgy eltűnik minden egyes kövünk. Hogyha akarjátok másra használni ezt a követ, akkor azt javaslom, hogy inkább azt vegyétek fókuszba. De a játék jelenlegi stádiumában, ahol én vagyok, nem is kell úgy igazán túl sok minden. Mindenre használni a követ. Nos, van még itt néhány fa, amit ki kell termelni, talán a követ, szintbe kell hozni ezt az egész zónát, és utána azt mondom, hogy egészen jók vagyunk. Lehet, hogy ezt a sziklás részt itt meghagyom, ezt nem kezdem el lebontani, de mire eljutok odáig, addigra el fogom dönteni. És itt is vagyunk, srácok, lányok, összedobtam gyorsan most egy ilyen kis viskót, és most nem osztopokra állítottam, Most szimplán talajszintre építettem, ugyanis az építkezés nem feltétlenül egyszerű ebbe a játékba, és színekkel dolgozik, hogyha nagyon-nagyon magas épületet építesz fából, akkor az nagyon könnyen leomlik, ugyanis most meg, kapom az örömet és a boldogságot. Mint ahogy látjátok, ez nem működik, mert elég gyorsan füstmérgezést kapok, vajon itt is megkapom a füstmérgezést? Most ki van nyitva az ajtó?
Lehet, hogy itt kellene emelnem egy kicsit, sőt, gyorsan alapanyagot szerek össze, mint hogy látjátok, megint beesteledett. Tehát egy napi munka volt ezt a placot így összehozni, és a kellő mennyiségű alapanyagot ehhez a házhoz összeszedni, úgyhogy néhány dolgot itt leszeretnék kapálni. Szükségem van még néhány alapfára, és csinálunk egy, egy füstelvezetőt, egy kéményt, vagy valami ilyesmit. Ami segít nekünk a jelenlegi helyzetben. Nem muszáj szépnek lennie, működnie kell. Ugye ennyi kritérium van. A játékban nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon gyönyörű dolgokat lehet összehozni, ami egyszerűen fantasztikusok. Tehát, hogy lehet látni az embereknek a kreativitását, egyszerűen szívet melengető, hogy gyakorlatilag milyen épületeket, milyen objektumokat össze tudnak rakni a játékon belül, egyszerűen csak fából. Meg gyantából. Talán gyantából. De nagyon-nagyon kreatívak az emberek, engem is megihletett nem egy olyan épület, amit összepakoltak, és amint elindul majd így a többi játékos verziónk, hogy eljutunk addig, akkor mindenféleképpen én is szeretnék majd csinálni valamit, ami így a művészi vonalat képviseli, inkább, mint a funkcionálist. Na de, lássuk, hogy hol van a házam. Azt hiszem, hogy itt is vagyunk, nekifutunk és átugrunk. Na erre képtelen az ellenpél. Ugye a trollal kapcsolatban vannak problémák, mert a troll megfogja a kavicsot és akkor azt eldobja, valamint területre üt, de remélem, hogy ha arrébb megyek, akkor megfelelően el tudok majd bánni vele. Oké. Okay. Tehát ez itt most nekünk egyáltalán nem jó, ahogy jelenlegi helyzetben van, sőt lehet, hogy nem is kell nekünk ez a sátor tető. Lehet, hogy mi lapos tetővel átidaljuk ezt a problémát, és mindjárt kitalálom, hogy mi és hogyan legyen. Először is szükségünk van egy 8-asra, én lebontom ezt a falat. És lehet, hogy azt csináljuk, hölgyeim és uraim, hogy rakunk ide egy falat. Igen. Szükségünk van itt egy ilyen kisebb falra. És szükségünk van továbbá mondjuk egy tetőre. Egy csapott tetőre. Így. És akár ide még egy kisebb fal. Jó, csak innen kivegyünk. Igen, kigyulladtunk. Semmi gond. Tudom, hogy túl sok mindent nem láttok, én sem. Mindenkit teljes mértékben megnyugtatok. Itt a tűzhely nem a főzésre kell nekem, így azt le is fogom bontani. Gyorsan kimegyünk, veszünk levegőt, mert elveszítjük az összes életünket. Hanem egyszerűen azért kell, hogy meleget adjon, illetve a buffot megkapjam. Még mindig van bent füst, fantasztikus. Figyelek arra, hogy ne pusztuljak el. Tűz. És a tüzet berakjuk, mondjuk úgy oda. Oké, így a füst távozni tud ott, ezen a kis lyukon, ami itt van. És úgy látom, hogy a tűz attól függetlenül megy befele is. Van egy fákja még nálunk, azt itt kicserélem, és a 7-essel kezembe vesszük. Oké, adjunk neki egy fát. Ott van a tűz, a tüzet jelzi. Jó. 8-as. Szeretnék lerakni oda egy padlót, mert kicsit zavar, hogy így néz ki. Szerintem ez így működik. 7-es. Oké. Becsukom az ajtót, megnézem, hogy működik-e így az épület. És ott van a tűz a fejem felett, és lássuk. Először is, nincsen nálam rezin, de elméletileg van a közelbe, de le tudok rakni itt egy ágyat. Szerintem ide be a sarokba ide lepakoljuk. Oké. És ez most már a miénk. Nearby fire. Ott a fire. Lehet azt le kell szednem onnan, hogy a környezet az érzékelje. Na lássuk. Let's need nearby fire. Oké, valószínűleg nem kapcsolódik hozzá normálisan. Lehet, hogy közelebb kell raknom az ágyat, mondjuk ide az ablak alá. Nem mondom, hogy túlságosan creepy a dolog, de rakjuk le ide. Missing requirement, 8 darab fa. Általában ezt szokta velem csinálni a játék, elkezdek valameddig eljutok, és utána egyből mondja azt, hogy hát szükséged lesz még néhány alapanyagra, méghozzá 4-re. Úgyhogy addig széjjel csapjuk itt ezt a hatalmas fát, amit kivágtunk.
Úgy döntöttem, hogy most így jelenleg nem fogom befejezni ezt a zónát. 7. Oké, 11. Ez már elegendő lesz. Hanem fejlesztenem kell mindenféleképpen a workbenchemet, ami itt található. Ugye ezt már az előző részben elég nagy izgalmak közepette sikerült elkészítenem. Csak ahhoz flintra van szükségem, hogy legalább... Smote. Aha, füst. Oké. 8-as. Lerakom ide az ágyat. Ez az enyém. És alszunk. Nagyon jó. Elméletileg át tudjuk aludni az éjszakát, és ezek mellett a borzalmas látási viszonyok mellett nem igazán kell semmit sem csinálnunk. Eszünk egy kis raspberryt, illetve blueberryt. Van nálunk egy kis szén. És már karcol is engem. A füstmérgezés. Gyönyörű időre ébredtünk, hölgyeim és uraim! A sötét erdő fantazmányaival kell szembenézzünk a mai nap folyamán. Nagyon szívesen ide csalogatnék ellenséget. És lehet, hogy egy kis rezet elkezdek bányászni annak érdekében. Van valahol? Itt a környéken nem nagyon találtam, nem láttam rezet. Viszont mielőtt még elkezdek rezet bányászni, lemegyek a partra. Ugyanis a parton van ón, ami kell majd mindenféleképpen ahhoz, hogy nem, ez nem az, ahhoz, hogy komolyabb szintre lépjek, és a másik fontos dolog pedig a flint. Így van, ebből a flintből kell összegyűjtenem azt hiszem 10-et, elméletileg 10-et. Így van, 10-et. Szerintem fegyvert váltunk, nem is a kapára, a kasszára. Erőltetjük ezt a klubot. 5-ös és 3-os. Oké. Okay. Felvesszük ezt a flintet. Kiúszunk a partra. És ez egy zseniális hely, mert vannak nekek. Hoppá. Beregesítettem a malacot. Meg a nekket is. Gyere, haver. Oké. Okay. Dobd el a fa... Erről van szó. Mindenféleképpen szükségem van a nekkekre annak érdekében, hogyha a mai rész céljait el szeretném érni. Hol a többinek? Hello? Malac is jól jön. A bőre miatt. Ah, itt a nek! Gyere ide. Gyere ide, nyak. Blokk. És... Nem tudom, mennyire jó úszók a malacok. Oké. Okay. Egy malac megvan, és a neck is megvan. Szerencsére túlságosan nagy sérülést nem szenvedünk el tőlük. Az is egy alternatív... Oké. Az is egy alternatív a srácok, lányok, hogy... visszamegyünk a kezdeti területre. Fantasztikus. És széjjel bontjuk az ottani felszerelésünket, és elhozzuk ide. Ez egy csillagos nek. És mennyivel jobban néz ki, mint a másik? Gyere, haver! Küzdjünk meg! 7,8-at voltam. Ennek meg kellett a kettő pofon. És kettő darab farkat dobott, ami zseniális. Oké, okay. Ez egy jó zóna, ez abszolút tetszik. Találtunk szarvast, szarva sokat. Hello, haver! Oké. Okay. Úgy látom, hogy ez egyhangúan végződött ez a küzdelem. Küzdelem? Mindenféleképpen örülök, mert itt a tengerpart tartalmaz tint, tartalmaz bizonyos helyeken flintet, nekkeket, disznót. Ez egy jó zóna. Ez abszolút tetszik. Következő lépés, hogy kellő mennyiségű flintet szerezzünk. Aha. Ez itt erre kell, hogy ez mi. Szerintem ezt láttam, amikor körbe rohantam, ez nem rész. Rész az majd bejebb lesz. Az viszont ott egy madár. Egyébként ez az egyik kellemetlenség a játékban. Hogy annyi alternatívát vonultat fel, hogy elfogyott az inventory space-en. Ezt kidobjuk, ezt is, meg ezt is kidobjuk. Ezekre most nincsen szükségem. A toll az viszont kell, hogy tudjunk további nyilakot készíteni.
És megnézem, hogy ez a torony, ott van fent egy láda. Ott van fent egy láda. És nagyon-nagyon kedves, mert... ez az! Látom. És Flint Head Arrow 27-es sebzéssel. Én ezt teljes mértében elfogadom. De megyünk tovább, hölgyeim és uraim, Flintet vadászunk, hogy fel tudjuk fejleszteni mindenféleképpen a workbenchünket. Túl sokat nem látok. Azt viszont látom. Nem hiszem el, hogy itt ennyi trollal találkozok. Jó, oké. Bocsi, fiúk, lányok. A mai részben szeretném kihagyni úgymond a trollokat. Ugye a lehető legkevesebb trollal szeretnék találkozni. Nem igazán erre akarok fókuszálni, hogy ismételten 15 percen keresztül lövöldözzem lángoló. Mi van, ha visszacsalogatom a bázishoz? Nem? Fogunk majd elegendő trollt ölni. Fogunk majd. De ideje van a trollölésnek. És ideje van a Flint vadászatnak is. Azért is, hölgyek urak, mert a Flintből szeretném a fejlesztést megcsinálni, és... itt is vannak. 10 darabot kell összeszednem. Ez egyáltalán nem sok, de kevés. Oké, Dandelion is van, ez egy jó terület. Úgy vegyül a két zóna. És ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus. 3-as, 5-ös. Hello, nekkek! Hozzám ide gyertek. Úgy van. Leboxoljuk a szerencsétlent. Azt sajnálom, hogy a játékban nincs az, hogy automatikusan visszavegye, hogyha vízből kijöttünk azt a fegyvert, ami a vízbe menetelnél nálunk volt. Az kényelmi szempontból jó lenne, így viszont csak figyelni kell. És szimplán az, hogy figyelni kell, az nem annyira megerőltető. Csak hozzá kell szokni. Ennyi az egész. Simán kezelhető. Ez a kövek. Azok a nekkek. Az ott egy hal volt. Másik jó dolog, hogyha benne lenne a játékban, egészen pazar lenne, hogyha tudnánk primitív hálót, vagy primitív horgászbotot készíteni. Oké, okay, blokk. Blokkolásunkat kell majd fejleszteni. Semmit nem dobott a szerencsétlen. Hello, haver! Oké, okay, ez eldobta a farkát, és még van egy darab nek. Legalábbis inkább múlt időben mondom, hogy volt. Ott van, ott megy. Igen, ott ment. Nem megyünk be érte, fontosabb feladatunk van. Flint gyűjtés közepette. Nekiket vadászunk. Azt hiszem, hogy 8-nál járunk. 9. És legyen szerencsénk. Itt van egy nek, ott van még egy nek, ott van egy Grey Dwarf, ott van egy madár. Oké. Okay. 3-5. Gyere, blokkolod. Nagyon ügyes vagy. Szuper. Gyantárat fel tudom venni, és jól is jön, mert egy fákjához azért kell rendesen. Oké, okay, ezeket felvettük. Flint. Egy darab flint kell. Ott van. Hopp, megállunk. Felvesszük, és kiúszunk. Igen, így a dagály eléggé kellemetlen helyzeteket tud teremteni. Ez a... látszik a minimapon, hogy ez ilyen világos zöld ez a zóna, ahol most itt vagyok. És ez... ez valami fantasztikus, hogy... hogy teremnek itt azok a növények, amik ugye sokkal messzebb. Itt. Valamint, itt még elméletileg láttam sima zónát, ami szintén nagyon-nagyon jó. De most gyorsan visszafutunk a bázisra. 22-es a futásunk, ez így nagyon hatékony lesz, hogy a különböző tuskóba beleakadok. Ezt így megesszük, és a blueberryt, az utolsó blueberrynket is megesszük, valamint a raspberrynket. Muszáj vagyunk feltölteni, és blueberry. Mindent vegyetek fel, srácok, lányok, ami könnyű, és találkoztok vele, vegyétek fel, mert utána szükségetek lesz rá. És az első lepárlásnál meg fogtok lepődni az, hogy mennyire kellene valami, és mennyire nincs. Erről majd később, hogyha már a réz, ami barátunk lesz. Először is ideként van egy kis tábortűz, erre lehet, hogy kellene egy tető.
8-as gomb lenyomásával simán tudunk eszközölni. Aha. Valószínűleg ez nem működik. De működik! Oké. Okay. Fantasztikus. Először is 8 jobb gomb és 10 darab fa kell hozzá. 6 darab fán van. Ezt mondom. Ezt mondom, srácok, lányok. Ez eléggé frusztráló, bosszantó és egyéb dolog tud lenni, viszont ezt itt korrigáljuk, ezt a helyzetet. Nincs. Az nem jó. És meg is van a kellő mennyiségű fa. Ott is van. És kapcsolódik. Lepakoljuk. Oda. Zseniális. Oké, okay, már csak kell a többi alapanyag. És ki is sütött a nap, el is állt az eső. Fára még mindig szükségem lesz, mert ehhez kell 20 korvúd, de az van. 2 darab bőrdarab és 5 darab szarvas fej kell. És ebbe itt pedig ezt magunkhoz vesszük. És meg... Jó, oké, okay, elmúlt a füstmérgezés. Lehet, hogy több nyilászárót kell majd lepakolnom. Nem probléma. Ebből kell nekem 4 darab. 5 darab szarvas fej. 6 darab van nálam. Egyet kipakolunk. Nem tudunk kipakolni. Na minden, maradunk, hogy csinálok egy másik ládát. És minden belepakolunk, amire nincsen szükségem. Így ide. Nem arra megyek, hogy minden rendszerezve legyen, minden szép és jó legyen. Ebből egy darabot ide kirakhatunk, ebből szintén kirakhatunk ide egy darabot, mert 5 darabra van szükségem. Ez mehet. Ezt itt hagyom. Igen. Ezt is itt hagyom egyenlőre. Fa is mehet, kő is mehet. Tollból vesszőt kellene csinálnom, tehát gyantára szükségem van. Ez mehet, ez is mehet, bőr az marad. Hús, van nálam 8, az mehet. Szarvas bőr. Nem szabad elfelejteni, hogy van itt ennyi szarvas bőr, valamint nyíl hegy. És szerintem a kapát azt hagyni. Lássuk, hogy mennyi gyantán van. Egészen jó mennyiség. De ehhez meg kell fa. Alapanyag igényes a játék rendesen. Először is rakunk fel nek farkat. És itt van, ami nekünk kell. The Stag Breaker. Ez lesz a mai epizódunknak az egyik kulcs eszköze, fő mondani valója, szponzora, és még sorolhatnám, hogy mi minden lesz. Oké, okay, megvan a kettő, nagyon jó, fel is vesszük, illetve a másik kettő. Van még 4 darab neck farok, és az a jó ebbe az állványba, hogy többet lepakolhatunk. Én most nem akarok többet lepakolni, csak éppen annyit veszek magamhoz, amennyi szükséges. És még napközben szeretném bejárni itt a környéket, hogy megtaláljam a következő szakasznak a kulcs eszközét. Ami kell ahhoz, hogy egyről a kettőre lépjünk, hogy fejlődjünk, hogy jobbak, erősebbek és hatékonyabbak legyünk. Mi is kell itt? Lángolóhoz kell 8 darab fa. Egy stacket mindenféleképpen össze kell gyűjtenünk. Egy 30-ast. Sose lehet tudni, hogy mivel találkozik az ember. Mondjuk azzal a trollal. Oké. Okay. Csendben maradunk. Ott megy a troll. Nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy ő át tud-e lépni. Hogy át tud nyúlni, az 100%-os. De hogy át tud-e lépni, hogy tud-e magasságba lépni, vagy az is egy szinten mozog a többi Great Dwarf-val. Ez foglalkoztat, és erre választ fogunk találni, hölgyeim és uraim. Ez fontos lesz. Oké. Okay. Nektél megvan. Következő egy csendes favágás. Mennyire lehet csendes egy favágás? Nem tudom. Egy pattintott kőfejű kalapáccsal ütögetek egy akkora fát, amit nem érek át. Hello haver! Ne foglalkozz velem, épp helyé vagyok. Régóta itt lakok. Ismerek itt mindenkit a környéken. Téged is, apáddal is találkoztam. Aha. Eddig szimpatikus a szituáció, mondj még valamit. Figyelj! Lehet, hogy unokatesóddal találkoztam 2 nappal ezelőtt. Azt mondta, hogy ez neki nem jó. Te hogy vélekedsz? Vagy megismétlem, mert szerintem nem hallottad rendesen.
Ah, most már hallottad. Te is ilyen tűzre pattad, vagy nagy a pofám, hogy itt van ez a zárok. De működik, és a troll elveszítette, úgy látom, az érdeklődését. Azt mondja, ne, vagy keres valami alternatív útvonalat. Nagyon-nagyon furcsa tesszőre van ennek a trollnak. És eléggé furcsa testtartás. Na mindegy. Trollokkal kapcsolatban ennyit. Másik fát is össze kell szednem. Oké, működik. Nem megy bele még az árokba se. És ez egy óriási győzelem. Óriási győzelem, mert mindenféle védelmi épület nélkül biztonságban tudhatom saját magam. És én át tudok ide jönni, csak kell a megfelelő pozíció. Hello, haver! Figyelj, nézd, mit tudok! Utánozzál már! Vajon veszített az életéből maradandóan? Igen? Hát én ezt lehet megölöm, srácok, lányok. Tudom, hogy nem ez a fő célja a mostani epizódnak. De troll. A bőréből meg tudok páncélt csinálni. De először is Fire Arrow és Fire Arrow, amit készítek. 40 darab lángoló nyilvessző suhan majd át a környéke. Lehet, hogy visszafele fogok futni ebbe az irányba. Ott van egy troll barlang, ott van réz. Nyugatra fogom venni az irányt, hölgyeim és uraim. Csak először kézbe veszem a Stagbreaker-t. Oké. Keresünk egy olyan helyet, ahol ezt a lehető leghatékonyabban tudjuk használni. Ide mi az, amit berakunk? A gyanta az most nem kell, ez sem kell. Az még maradhat nálunk, hát ha valami éppenséggel használni szeretném. 6,38 percig rested vagyok. És ezt a buffot meg lehet kapni. Most aktuálisan itt ennek a helyiségnek 4-es szintű a komfortja. Van bent tábortűz, tudunk aludni, ez a kis viskó, ami itt van, ez teljes mértékben megfelelő, ez teljes mértékben funkcionális. És hogyha bizonyos időt eltöltünk így a lakáson belül, akkor megkapjuk a kipihent módosítót, ami 11 percig tart. És azt hiszem, hogy resting, health regen, stamina, 300%-os stamina regenünk van. Ezen kívül még egy tiernek a buffját is tudjuk használni, ami pedig felderítés szempontjából szerintem teljes mértékben jó. Erről van szó. Viszont kiveszek a kezemből mindent, mert a fegyver lassít. Ja. Elkezdjük a kutatást. Azt hiszem, a copper nagyon jó. Ez lesz majd egy következő pont. De most még nem szaladunk annyira előre, srácok, lányok. Szükségünk van egy kis alapanyagra. Valamint át kell nyálaznom itt ezt a környéket, hogy valójában hogyan is néz ki. Így. Aktuálisan ennyire tudjuk felbuffolni magunkat jelenleg. Találunk egy kis történelmet, ugye? Igen. Egy kis a lore. Keresünk olyan építményeket, amit már korábban láthattunk. Amivel találkozhattunk. Troll barlang mi? Nem? Ez csak kő. Csak kő. Nincs még elég gyakorlatom, hogy meg tudjam különböztetni a troll barlangot a sima kövektől, de ez például egy troll barlang. Így is van. Troll barlang. Csontokat össze tudom szedni, ezt most már össze is szerem. Úgy van, troll hide, deer cape, illetve troll hood cap, valami olyasmi a neve, amit tudok készíteni belőle. Észak-nyugat irányába kanyarodok el. Találtam még egy történelmet, és carrot seed. Ami most nem kell, az ott egy idéző mágia. Oké, megvannak a Great Warfok, felveszek egy kis blueberryst. De most nem ti vagytok terítéken srácok, úgyhogy hagylak titeket békén. Hát elég nagy zónát át kell nyálazzam, át kell fésüljek. Wow! Kékül valami. Nem azt keresem konkrétan. Nem ezt a zónát. Egy kicsivel másabb helyre vadászok. És nem tudom, ez itt védtelen? Oh, persze, hogy nem! Ott pedig egy troll! Elég sok ellenség van most ezen a területen. És egy újabb
vizes blokkot értem el, egy újabb vizes területet. Oké. Alkonyat van, még annyira nem nehéz tájékozódni. Itt van egy magaslati pont. Eszünk egyet. És megnézem, hogy hol járunk. Igen, itt valószínűleg körbe fogok menni. És megkeresem konkrétan azt, amire szükségem van. Ott kékség van, talán ott fogom meglelni. Azt, ami nekem kell. Igen, még az is az erdőhöz tartozik ez a rész. És a gyönyörűséges köd. Oké, ússzunk egyet. Ez még biztonságos távolság volt, főleg, hogy át tudtam ugrani. De mivel nem túlságosan magas szintű az úszásom, ezért... Hát, nem nagyon bátorkodnék használni ilyeneket. Ha nem lenne muszáj. Oké, itt nem látok semmi különlegeset. Havas terület. Oda nem megyünk, mert rommá fagyunk. Gondolkodás nélkül. Pillanatok alatt. Tehát, hogyha valaki bátor szívű, és van elég időtök, alapanyagotok, azt megtehetitek, hogy ilyen 10 méterenként raktok le tábortüzeket. Sőt, ez nem is a havast, az a tenger. És... Oké. Nem tudom, hogy merre vezet. De az ott a tenger. Jó. Haladunk tovább, hölgyeim és uraim, fejlesszük a futásunkat, és egyre nagyobb rálátást kapunk arról a zónáról, ahol vagyunk, és bejelölhetnék különböző pontokat, amiket célszerű lenne meglátogatni a későbbiek folyamán, vagy egyszerűen csak így offline, de most másra vadászunk, és nem ezekre a romokra, de amúgy miért ne használhatnánk itt az eszközünket? Wow, ott egy csontváz. Hello, haver! Azért fantasztikus a Stackbreaker, mert zónában sebez. Gyönyörű zónában. És nem is kicsit. Ami szintén pazar. Felszökkenünk. Odafent elméletileg van egy láda. Mint ahogy mondottam, elméletileg. Ott van egy Grey Dwarf. Vagy talán kettő. Oké, lejövünk. Stackbreakerrel megkínáljuk, amennyiben megpróbál tengelyt akasztani velünk. De úgy látom, annyira nem erősködik a fiú. Na, arra nem megyünk. Arra most így nem, nincs felkészülve a testem. De lehet, hogy abba az irányba kellene tovább mennünk. Oké. Elraktuk a fegyvert. 20%-kal lassít minket a Stackbreaker abban az esetben, hogyha a kezünkben van. És ennyi. Nem az, hogy használjuk, vagy elgondolkozunk azon, hogy használjuk, vagy bármi ilyesmi. Nem. 20%-kal szigorúan lassít minket. Grey Dwarfok itt vannak a nyomomban. Hopp. Oké. Mint hogyha eltaláltak volna, vagy megcsúsztam volna. Magam sem tudom. Nagyon jó, mert a shift elnyomásával problémamentesen loholunk fel. Ilyen meredek emelkedőn. Aztán csúszunk egy darabig. Ez most még nem kihívás a játékban, hölgyeim és uraim. A kihívás valójában akkor kezdődik, amikor a jeges területen ilyen márványfalon kell felfutnunk. Zárójel bezárva. Az kihívás tud lenni. Megint csak romokkal találkoztunk. Ott van még egy Grey Dwarf sámán. Igen. Ővel sem fogunk most megküzdeni. Nem ő a célpontunk. Egyáltalán nem ő. Erre sem látok semmit. Eléggé nehéz eljutni A-ból B-be itt a játékon belül. Hát ez egy eléggé kicsi havas terület. Az igazság.
What the fuck? Ennél barátságosabban nagyon kevés dolog köszönt ebbe a játékba. Holy... És ez egy fault. Ez egy fault. Ennyi. És ez volt a véleménye a zónának. Beleordított az arcomba. Csak hogy tudjam, hanyas a kabát. Csak hogy tisztában legyek azzal, hogy hanyarikán van elsője. Wow. Hopp, szevasz sámán, köpjél egyet. Bármennyire fáj ez neked, nem kívánok megküzdeni veled, veled sem. A vége az lesz, hölgyeim és uraim, hogy egy részen keresztül folyamatosan mászkálni fogok. Magamra húzok horribilis mennyiségű ellenséget, majd utána meg kell próbálnom ledarálni az egészet. Otthon, ami mondjuk sikerülni fog, mert megvan a megfelelő védelmem. Semmit nem látok. Szinte semmit nem látok. Itt egy egészen pofás hegy van. Megvan! Hopp! Vigyázzál! Én láttam a Matrixot. Velem te nem tolsz ki. Aha. Arcon verjük. Megint. És viszont látásra. Meg is van a csontja a szerencsétlennek. És hát hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy eljött a pillanat arra, hogy ésszel próbáljuk meg megoldani ezt a harcot. Oké. Okay. Egyetlen egy szerencsénk van. A Grey Dwarfok háborúban állnak a csontvázakkal. Ami viszont nem annyira nagy szerencsénk, hogy ez a nyomorult elég erős, és elég nagyot üt, főleg arra a páncélzatra, amink nincs. De hát... Ancient Seed, ebből kell néhányat összegyűjteni, hogy a következő bosst így újra erre a síkra hívjuk. Hello, Hugin! Ez, ami itt van, a tizedik világnak a kriptája, kazamatája, dungeonje, hívjuk bárhogy. De odalent értékes tárgyak vannak. Nálam meg egy Stackbreaker. Úgyhogy ezt kívánom használni, majd pajzsra váltunk, hogyha éppenséggel szeretnénk. Ugyanaz a játékba, mint a troll barlangnál, amit egyébként még nem is láttatok. Troll barlangnál lejövünk egy ilyen temetkezési kriptába. És látjátok, hogy milyen látási viszonyok vannak? Hopp! Itt egy csonti. Oké, meglöktük. Jó, eltalált. Megint meglöktük. És megöltük úgy, hogy volt egy fal közöttünk. Szerintem ez azért egészen jó. Ez a gomba szintén jó. Fényt ad. De ez a sárga gomba segít. 15, 20 és 20. Több életet kapok, mint amennyit a Blueberry-ből. És lássuk, itt van egy ajtó. Alig látszik valami. Teljes mértékben elhiszem, aláírom, kényelmetlen, kellemetlen. De ez akkor, hogyha van valaki mögötted, és akkor tart egy fákját. Akkor van sokkal jobb a látási viszony. Középen egy üres járat. Jobb oldalt, bal oldalt, bal oldalt ajtó. Itt. Talán így látszik. Így is van. Itt ajtó. És errefele van egy járat. Aha, az ott csontvázakat teremt. Az a csontváz kupac. Annak az a feladata, hogy csontvázakat hívjon. Erről van szó. Pusztulj! Nagyon jó. Csontvázakat idézzem. Amit egyébként szét fogok mindjárt verni. Gyerünk, csapjál meg. Nagyon jó. És még egyszer. Jó, nem ütött meg. Viszont az, hogy folyamatosan csontvázakat idéz. Az egy. Segít nekem a stack breaker-ömet felfejleszteni. Gyere közelebb, haver. Gyere ide. Erről van szó. Ez egy egycsillagos. Nagyon sok csontot össze lehet farmolni ezzel a technikával. Ami pedig majd a következő szintű ruhafejlesztéshez kell. De nem ez a lényeg most.
A lényeg mélyebben van. A katakombák legmélyén található a lút. Hello haver, menj vissza a folyosóra! Légy szép! Vagy egyszerűen csak pusztulj. Így van. Oké, még egy csont. És mielőtt még ide ér, kap az arcába egy vékony pofont, és mivel jobbkezes a csontváz, és bal oldalt vagyok, ezért a falat üti meg. Gyere! Mellé. Ó, de nagyon mellé. És viszlát. És töltenünk kell egy kis staminát. Oké, ez nagyot kapott. Meg is halt. Ó, oh, Skeleton Trophy! Nagyon jó. Jön még egy. Á, kicsit benéztük. Szerencsére túl nagyot nem sebeznek. Semmi nincs, ami túlságosan nagy védelmet adna. Tehát láthatjátok azt, hogy a játék korai szakaszában is simán menedzselhető ez a dungeon. Főleg ezzel a Stack Breakerrel, mert csontvázakkal... Okay. Ez jóval kellemetlenebb. Gyerünk, feküdj! Oké. Jó csonti. Eszünk megint egyet. Jó lenne egy kis életregeneráció. És 3 és 6. Nagyon jó ez a Stack Breaker, de mi van, hogyha találkozunk egy íjásszal? Á, nem hiszem el. Pedig tudom, hogy csak 2-t kéne ráverni. Na még egy. Arról van szó. Oké, és szétvertük itt ezt a csontváz teremtő helyet. És hölgyeim és uraim, a lényeg itt a lút. Az egyik járatnak a lútja. Ugyanis ezt mi, hogyha felvesszük, meg tudjuk csinálni a smeltert, charcoal kilnt, plusz még a teleportot. Ami a játékban az egyik nagyon-nagyon-nagyon hasznos dolog lehet. Célszereit körülnézni, mert a játékban találhatunk különböző tárgyakat, Amber Pearl például, vagy pedig simán Amber, aminek értéke van, és ezt a kereskedőnek eladhatjuk. A kereskedő meg rendkívül boldog lesz. Itt is van pénz, van benne rubint, meg Flinted Arrow, nem tudom, hogy mennyire kell majd nekem, ezt a Dandelion-t lehet, ezt a kettőt én kipakolom, sőt, követ, nem is az a követ. Oké. Ez volt egy szárny. Felveszünk még ezt a gombát, mert mint ahogy említettem, rendkívül hatékony. Vár még ránk a következő. 5-ös. Ó, mennyivel egyszerűbb? 3 darabot sikerült összeszednünk. Tudom, hogy sötét van. És itt nincs több. Csak azt kell megnézni, hogy a földön van-e valami. Tehát legyetek körültekintőek, hogyha a játékba ebbe a zónába tévedtek. Oké. Okay. Lássuk, mi van az egyes ajtó mögött. Ellenség. Mennyi nem? Nagyon jó. Kábúj. És erre meg a Stack Breakert. Oké. Okay. Halló? Gombák, ez kifele... Ó, nagyon jó. Szuper. Na, 4 darabot sikerült összeszednünk ebből. Ami egészen jó. Elméletileg ellenfelek már nincsenek bent. És ebből nekünk össze kell szedni még legalább egyet. Annak érdekében, hogy el tudjuk készíteni a smeltert, amiben a rézércet és az a rezet, illetve az ont megolvasszuk, és utána ötvözetet készítünk belőle, bronzot. Ez lesz a következő szakasza a játéknak. Amint elkezdjük ezeket a dungeon-eket kipucolni, esetlegesen trollokkal szembenézünk, és megöljük őket, utána már azzal kapcsolatban kell itt döntést hozni, hogy gyakorlatilag mennyi smeltert akarunk így összerakni. Az mindig attól függ, hogy mennyit találunk ezekből a kriptákból. De hát ezeket vadászátok, srácok, lányok. Föld alatt vannak ezek az izzó magok, Surtling Core. Ezek kellenek ahhoz, hogy a fémet
szén felhasználásával meg tudjuk olvasztani. Vannak Great Dwarfok. Annyira most nem foglalkoztatok. Eléggé távol vagyunk az otthonomtól. MVOMN. Oké. Okay. Teljes mértékben értem, miről van szó. Lehet, hogy adtam egy nem túl előnyös nevet az otthonomnak. De nem baj, bármikor át tudjuk javítani. Ott is lehet loot. Most nem azokra vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy találok esetleg egyéb kriptát. És igen, célszerű nappal menni. Célszerű nappal felfedezni, célszerű nappal aktívnak lenni. Troll barlangot már találtam még egyet. Tehát itt is van loot, itt is van troll. Hogyha többen játszatok, célszerű minél több trollt megölni, mert azért eléggé hasznos lootot dobnak. Troll. Csak ennyit írok ide. Semmi mást. Hát, ha itt a magaslaton találok valamit, ami hasznomra válik, ne dobáljatok. Menj innen! Úgy látom, hogy azok Grey Dwarfok, amik őrzik ezt a helyet. És jó lenne körbe menni. Na, hello! Mert ez már itt a... Ah, gomba! Azzal most nem foglalkozunk. Ha visszamegyünk a kezdő területre, akkor elég sok gombával találkozhatunk. Most a kíváncsiság olyan szinten hajt, hogy találok esetleg még kriptát ebbe az irányba. Random a térkép, ugye a kódot láttátok. Ott van még répamag. De a répamaggal most a játék jelenlegi helyzetében túl sokat nem érek. Ó, oh, még egy! Hé, hey, nézzétek srácok! Hoztam társaságot! Így is van, balhézzatok! Gyerünk, 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 gyerünk! Úgy is van, nesztek! Gyerünk, edd meg! Pontosan! Pontosan! Ó, oh, még itt van az utolsó jelentkező! Múlt idő! Mi az, amit kidobunk? Követ azt kidobjuk. Dandelion kidobjuk. Felveszik a szarvas bört. Talán a szarvas húst. Nem? Szarvas trófea van nálam, ez most egyenlőre nem kell. A húsnak szerintem jobban örülök. És hölgyeim és uraim, a mai részben már ezt nem fogom megcsinálni. Ez esetleg majd a következő részek egyike lehet. Ajja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 jj
És ez elkeserítő, hogy mennyire nem vagyunk egy hullámhosszon. Na mindegy, minden esetre megjelölöm ezt a zónát. Mondjuk egy ilyen jelzővel. És ez lesz a kripta. Ebből kell néhányat összeszednem annak érdekében, hogy kellő mennyiségű szénégetőt, illetve kellő mennyiségű kohót tudjak létrehozni. Nem tudom, hogy mennyi van az ilyen kriptákban. 2, 3, 8 vagy 10. Tehát nem lehet megmondani azt, hogy hogy ezekből az izzómagokból mennyi található bent. Ez majd csak egy következő rész alkalmával fog kiderülni. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Én Uno voltam, és mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok! We'll be right back.